Nehéz kritikus hetet zártunk, az idei év legmelegebb hete volt a múlt héten, mondta Nagy István agrárminiszter ormánsági programja alkalmával. Az asszály nagyon rémisztő, ami idén tarol, hiszen a kukorica szárad és most a napraforgó van soron. Bizony valóban szenved a kukorica, hiszen most már több mint 140 ezer hektárnyi asszálykárt jelentettek a gazdák, és ennek 80%-a a kukorica. Rossz hírben a jó hír az az, hogy 38,5 milliárd forint áll rendelkezésre a kárenyhítési alapban, tehát tudjuk mérsékelni a gazdák által elszenvedett kár mértékét. Nagyon remélem, hogy hétvégével jön a hidegfront és jön egy esős időszak, hogy legalább a napraforgót tudjuk menteni, és a napraforgóba essen kevesebb kár. Ilyenkor újra kell gondolni sok mindent, például azt, hogy alkalmas-e a térség arra, hogy kukoricát vessenek. Ha azt akarnak vetni, akkor arra is kell gondolni, hogy a rövid vagy a hosszú tenyész idejűt vessék, milyen agrotechnológiai eljárást alkalmazzanak, hogyan lehet védekezni a megváltozott időjárási viszonyok ellen, tette hozzá miniszter. Rossz hír az az, hogy hiába nincs csapadék a talajban. Ha lenne is elegendő, akkor sem használna, hiszen oly mértékű légköri aszály van, oly intenzív sugárzás van, amelyet nem bírnak ki a őszi növények. Ez okozza a főbajt. A kormány mindent megtesz azért, hogy öntözés támogatást támogassa, hiszen 176 milliárd forintért adtunk már beruházásra forrásokat a gazdáknak. Több mint 40 ezer hektárral nőtt az öntözött területek száma, a 87 ezer hektáron pedig megújultak az öntözési infrastruktúrák, tehát előrelépés van ebben. Elrendeltük a veszélyhelyzetet, amely ingyen öntözővizet tesz lehetővé. Azt is tudomásul kell venni, hogy 60%-kal kevesebb víz jön a Tiszán, és 40%-kal van kevesebb víz a Dunában. Ez óriási nehézséget okoz, és komplex megoldáson kell gondolkodni, folytatta az agrárminiszter. Azt minden gazdának tudomásul venni, hogyha a bennünket körülvevő éghajlat ilyen mértékben változik, akkor nekünk magunknak is változni kell, apáink, nagyapáink módszerével nem lehetünk eredményesek. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, mindaz, ami most történik, az élelmiszerárakra egyelőre nincs kihatással. Egy példát is mondott, ha azt vesszük, hogy 1 kg kenyérbe belekerülő buza ára 80 forint, akkor ez még ha drágul is a buza felvásárlási ára a kiskereskedelmi láncokban, nem kell, hogy érezhető legyen a kenyér árában.